Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, akik eljöttek jótékonysági hangversenyünkre. Gáspár Judit vagyok. Hangversenyünk megkezdése előtt köszöntöm Mustos Istvánt, Nemesvámos alpolgármesterét, Szokolaivi Polyák Tündét, a Petőfi Sándor általános iskola igazgatóját és minden kedves jelenlévőt. A ma délutáni hangverseny céljai közt szeretném megemlíteni az egyházi zene szeretetének és művelésének fontosságát, az új kapcsolatok létrejöttét, a közösség erejét és nem utolsó sorban a jótékonykodás örömét. A mai napon mindenkinek egyedi és megismételhetetlen élményben lesz része, hiszen ez a kórus ebben a felállásban most először énekel. Mondhatnám azt is, hogy önök és a Petőfi Sándor általános iskola kedvéért hoztak áldozatot az énekesek, és jöttek el az ország különböző pontjairól. A jótékonysági hangverseny az Adra Hungary Alapítvány és a hetednapi adventista egyház szervezésében jött létre. Elején is jeleztem, az összevont kórus az ország több pontjáról utazott ide. Elsőként a Békés megyei összevont kórus szeretném bemutatni önöknek. A Békés megyei kórus különböző gyülekezetek egyesített kórusa. Énekkar a lelkes, mindig megújuló, elkötelezett énekesek közössége. Vezetőjük Pörneki Attila, egyházzenei, templomi zenét képvisel, és igyekszik azt a legmegfelelőbb módon minden tudásával végezni, és szolgálni Isten dicsőítésére és a gyülekezetek örömére. A következő percekben az instrumentális zené lesz a főszerep. Hallgassunk meg egy hegedű szólót Ádám Endre előadásában, Ó áldott óra, meghitt perc címmel.
most következő kórusszám Krisztus értünk hozott áldozatát mutatja be Szabó Ervin vezénylésével. Ó, nézd a Golgotát! Fogadják szeretettel! Az összevont kórus tagjai közt szeretném megemlíteni a Lovasberényi kórust. A gyülekezet megalakulása óta mindig hangzik az ének a falak között. A Lovasberényi testvérek lelkes elkötelezettjei a szolgálatnak, és ezt minden adandó alkalommal bizonyítják jelenlétükkel és odaadásukkal. Megváltva című ének következik, melyet Pörneki Attila vezényel. Zongorán közreműködik, Pörneki nincsige Eleonora. Thank you.
Az összevont kórus tagjaiként szeretném megemlíteni az alaegerszegi, a nagykanizsai és a hévízi kórust is, akik szintén örömmel és készséggel vesznek részt minden rendezvényen és jótékonysági alkalmon. Odaadásuk és szolgálatkészségük példamutató lehet mindenki számára. Mindannyiunk szívében él Jézus Krisztus második eljövetelének reménye. Ez a remény a megváltás és a feltámadás a halál felett való győzelem részeként jöhetett létre. A kórus Krisztus feltámadásáról énekel, Feltámadt Hős címmel. Vezényel Szabó Ervin, zongorán kísér Pörneki Nécsige Eleonóra, orgonán közreműködik Tudás Győző. Megmutatni az ADRA alapítvány és tevékenységét, melyhez szólítom az alapítvány elnökét, Zohán Tündét. Legőszintébben mondom, hogy nagyon nehéz ilyenkor megszólalni ezek után, a csodálatos dallamok után. Én is sok szeretettel köszöntöm az ADRA kuratóriumának nevében mindenkit, aki itt van, és akivel közösen egy nemes ügyért szólnak a dallamok, és kicsit azt érezhetjük, hogy tehetünk valamit. Nem megyünk olyan nagyon messzire, mint tavaly. Tavaly ugye Kárpátaljára utaztunk el képzeletben, hanem most Nemesvámoson fogunk maradni a mai napon. Egyben szeretném köszönteni az ADRA kuratóriumának itt jelenlévő két tagját, Rajki Attilát, aki a kórusban énekel, és Ömböli Gyulát, aki a pécsi gyülekezet tagja. Kedves családjukkal együtt vannak itt jelen. A hetednapi Adventista Egyház nemzetközi humanitárius segélyszervezet az ADRA. Ez az angol mozaik szó azt akarja, hogy a hetednapi adventisták egy olyan közösség, akik valóban szeretnének tenni, szeretnék az ő hitüket megélni a hétköznapokban is, és a sokasodó társadalmi problémák és a harmadik világbeli nehézségek arra indították a szervezetet 1956-ban, hogy létrehozzanak egy nagy nemzetközi hálózatot. Jelenleg az ADRA International-nek 130 ország a tagja, és projektektől függően együttműködnek a különböző országok. Így lehet mondani, hogy a magyarországi ADRA is egy ilyen nagyon
erős, nagyon komoly talapzaton áll akkor, amikor programokat szervez, vagy amikor közösségfejlesztési, egészségügyi vagy oktatási tevékenységeket végez. Említettem a legelején, hogy tavaly ilyenkor, amikor nézem itt a sorokat, arra emlékszem, hogy Kárpátaljáért szóltak a dallamok, és nagyon-nagyon röviden tényleg csak szeretnék egy-egy pillanatot felvillantani abból, hogy mi az, ami megvalósult az elmúlt időszakban. Több mint 100 embert értünk el segélyezési programokkal. Nagyon-nagyon boldogok voltunk akkor, amikor a nyár folyamán a szünidei bibliatáborba 10 gyermeket két fő kísérővel és a bibliai levelező iskola táborába szintén 10 gyereket két fő kísérővel el tudtunk, az ő eljuttatásukat meg tudtuk szervezni. Nagyon sok gyermeknek nehézségei voltak abban is, hogy a táborba eljusson. Nagyon sok gyermeknek a szülők akár az útlevelet, akár a vízumot nem tudták volna finanszírozni, ezt megtehettük. És a teljes tábor ideje alatt lehetőségünk volt még költőpénzt is adni a gyerekeknek, tehát nagyon örülünk annak, hogy veletek közösen gondolkodva, illetve önökkel közösen együtt érezve, egy kicsit a határainkon túl is vihettük azt a nagyszerű érzést, amit mi gondolunk arról, hogy összefogásban mekkora erő van. A terveink között most több mint 100 fő részére elegendő élelmiszersegély szerepel. Gondolkodunk abban, hogy anyagi támogatást is szeretnénk nyújtani a családoknak, és a Pásztori Kórházzal együttműködve immáron harmadik alkalommal egy nagyszabású egészségügyi fejlesztési programot szeretnénk megvalósítani Kárpátalján, ezek a közelebbi terveink. Én nagyon örülök annak, hogy egy picit az Adra világáról beszélhettem, de maradva a mai nap céljánál és a mai nap nagyon érzékeny területénél, amikor szeretnénk valami olyan nemes ügy mellé állni, ami itt helyben, Nemesvámoson kerül megvalósításra. Szeretettel szólítom Szokolainé Polyák Tündét, aki a Petőfi Sándor általános iskola igazgatónője, hogy meséljen arról, hogy ezek az adományok hol lesznek a legjobb helyen az önök iskolájában. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. A Nemesvámosi Petőfi Sándor német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola igazgatója vagyok, és szeretném röviden önöknek bemutatni a mi kis intézményünket. A mi kis iskolánkban 145 nebuló jár, és az ő oktatásukról, neveléséről, ellátásáról 20 pedagógus, 4 technikai dolgozó gondoskodik. Szakos ellátottságunk 100%-os. Az intézmény vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. Tárgyi feltételeink jónak mondható. A település önkormányzatának nagyon fontos szerepe van és kötődése van az iskolához. Minden szükséges segítséget, támogatást biztosít az ökkerülmentes működéshez. Egy épületben folyik az oktatás, ahol 8 osztályterem, 1 informatikaterem, 1 multifunkcionális terem, szertár, tanári, igazgatói szoba áll rendelkezésre. Iskolai könyvtárunk a községével együtt közös helyiségben működik, ami segíti tanulóinkat az olvasásra nevelésben, a kutató munkákban, szabadidejük hasznos eltöltésében. A testnevelés tanítása, a sportolási lehetőség a község sportcsarnokában, illetve a sportpályákon biztosított. Nevelési, oktatási programunk a játékosságra, a felfedezés örömére és a tanulás, tudás iránti vágy erősítésére jutunk. Kollégáimmal együtt azon munkálkodunk, hogy ez a sikerélmény adjon erőt és értelmet a további tanuláshoz, az egészséges gyermeki kíváncsiság fenntartásához. Minden tanulónknak igyekszünk esélyt adni, hogy képességeit magához mérten maximálisan kibontakoztathassa. Eszközként ehhez az egyéni fejlesztés módszerét alkalmazunk, amelyet csak differenciált tevékenységek tervezésére lehet megoldani. Fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk tanulóinkban, mindenki értékes, nem vagyunk egyformák, mások elfogadására, segítőkészségre, önzetlenségre, a társaikkal való helyes kommunikációra neveljük őket, hogy majd felnőttként a szolidaritás legyen az egyik alapelvű. A gyerekek társas kapcsolati rendszere legalább olyan hangsúlyos, mint az intellektuális képességek fejlesztése, hiszen igazán, jól és hatékonyan dolgozni csak a megfelelő, szorongásmentes légkörben lehetséges.
Minél színesebb egy gyermek belső világa, annál jobban fejlődik kreativitása, érlelődik alkotóképessége. Célunk, hogy tanulóink kreatív, a tudás öröméért küzdeni képes felnőtteké váljanak, akik büszkék gyökereikre, hagyományaikra. Oktatási kínálatunkról, hagyományokról szeretnék röviden szólni. Német nemzetiségi oktatás folyik az intézményben 5+1 óra keretében. Alsó tagozaton, guruló rendszerben történik a tanítás. SNS tanulóinkat integráltan oktatjuk, logopédus és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal kiegészítve. Középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk 7.-8. osztályosoknak matematika, magyar és német tantárgyakból. Tehetséggondozó szakkörök működnek angol, rajz, kézműves, sport, nép, tánc foglalkozások keretében. Egyéni hangszeres oktatásra is van lehetőség. Első-második osztályban judó, úszás oktatás, második-harmadik osztályban judó foglalkozás van. LCD elvizsgálva való felkészítést tartunk 7.-8. Hitoktatás beépül pedagógiai programunkban. Ovisúli programok zajlanak a tanév folyamán. Alsó tagozaton, napközi felsősöknek tanulószoba biztosított. Szélesek a sportolási lehetőségek a gyerekek számára, röplabda, úszás, atlétika, kézilabda, labdarúgás, judó, baseball, tömegsport. Tanulók által szerkesztett iskolarádió működik az iskolában. Iskolagyűlések vannak havonta, tanulmányi, művészeti és sportversenyeken vesznek részt a gyerekek. Nyílt napokat tartunk az érdeklődők számára. Hagyományos programjai között szerepel az Erdély iskola felső tagozatosoknak minden szeptember első hetében. 2011-ben és 2014-ben elnyertük az ökoiskola címet, ökoprogramok vannak az év egész folyamán. Nemzetiségi programok, nyelvi tábort szervezünk nekik. Petőfi hét, melynek keretében névadunkra és az 1848-as hősökre emlékezünk, programokat szervezünk, és végzős diákjaink Petőfi polgárra avatják a kis elsősöket. Színházlátogatások, dögprogramok, egészségnapot szervezünk évente 2-szer, karácsonyi húsvéti játszóházak, adventi vásár, karácsonyi ünnepény. Kirándulások az egész év folyamán szerveződnek. Barátszai programokon vesztünk részt, angol tea délután, állami ünnepek, megemlékezések a faluval közösen zajlanak, gyereknap. A tárgyi feltételeinket igyekszünk folyamatosan javítani. Az oktatáshoz szükséges eszközöket pályázatok útján, támogatók segítségével próbáljuk biztosítani. Nagy örömünkre szolgált a hetednapi adventista egyház megkeresése és a mai jótékonysági koncert adományainak felajánlása iskolánk számára. Az idei évben 2 célt tűztünk magunk elé a fejlesztések terén. A gyerekeknek öltözőszekrényeket szeretnénk kialakítani, ahová kabátjukat, kis dolgaikat el tudják helyezni, mindenképpen a napi kényelmüket, komfortérzetüket javítanánk. A másik célunk, hogy a jó öreg német készítésű zongoránkat felújítsuk, és újra az oktatást, a gyerekek zenei képzését tudja szolgálni. Bármelyik célunk megvalósításához is kapunk önöktől segítséget, hálás köszönetet szeretnénk mondani a gyerekek nevében a nemes felajánlásért. Célunk olyan iskola fenntartása, működtetése, amely megfelel a kor kihívásainak, ahogy megtalálja a gyermek és pedagógus a számára örömet jelentő tevékenységet, ahol jól érzi magát mindenki. Nagyon szépen köszönöm a kedvesünket. A következő percekben ismét a hangszeres zenéi lesz a főszerep. Bálint Dóra, Berecki Csaba, Farkas Dávid, Dudás Győző, Rusz Dániel, Váradi Imre, Bálint Vilmos és Dr. Szabó Ervin fognak most együtt zenélni egy különleges összedolgozást, az Ómi szép Istennek hajléka és az Égi harsonákkal hirdetjük című dalokét. Thank you.
az isteni gondviselés és az ő kegyelme az, mely bennünket napról napra vezet és hordoz. Mindaz, amink van és amit adni tudunk, az ő ajándéka. Most néhány percben gondolatainkat fordítsuk Isten felé, és hallgassuk meg Halocsai Tamás, nemesvámosi adventista lelkész igei gondolatait. Hát mit is mondhatna egy lelkipásztor egy jótékonysági koncerten? Örülök neki, hogy a pénzt már összegyűjtöttünk, senki nem vádolhat az, hogy már valakinek a zsebében turkálok Isten igéjével. Adódik a téma, mi sem természetesebb annál, hogy egy iskolai témával jöjjek ma itt önök elé. És beszéljek egy emberről, aki 2016-ban elhatározta azt, hogy a republikánus párt színeiben szeretne az Amerikai Egyesült Államok elnökévé válni. Aki figyelte, figyelemmel kísérte az eseményeket, egy rendkívül barátságos, értelmes, jókiállású, körszakálú, nem mondanám, hogy fiatal ember, hiszen több mint 60 éves már, Ben Carson, dr. Ben Carson. Én nekem valahogy úgy megakadt a tekintetem rajta, és úgy kezdtem figyelni az ő munkásságát. Pszichológus, orvos, politikus, több évtizede már politikával foglalkozik, és sok-sok orvosi műnek a szerzője. És azon gondolkodtam, hogy vajon ez egy ilyen egyenes út volt számára a politikához, a népszerűséghez. Vajon a szülei segítették, az orvos szülei segítették őt egy jobb, jó iskolába bekerülni? Vajon teletömték a zsebét pénzzel, hogy amikor messzire megy Michiganbe, vagy a Yale Egyetemre, akkor el tudja látni magát bőségesen? Most a történet nem egészen így volt. Ez a tinédzser, afroamerikai fiatal álmodozott arról, hogy orvos lesz. De egy csonka családba született. Egy szegény csonka családba. Ahol valóban csak álmodni lehetett arról, hogy iskolába járhat majd. És ahol megtanulhat nem csak írni, olvasni, hanem operációkat végrehajtani. És az álma teljesült. Bekerült egy iskolába. Talán éppen egy ilyen iskolába, mint amilyen a nemesvámosi iskola. Ilyen lelkiismeretes tanárok közé, akik készek arra, hogy a gyermekeknek ne csak a fejét tömjék, hanem a szívét is teletöltsék azzal a szeretettel, amit Istentől kaptunk. Azonban rossz társaságba keveredett, és bizony előkerült egy kés, amivel majdnem agyonszúrta az egyik társát. Különben szerintem elég sokan láttuk a róla készült filmet. 2009-ben készült egy film Ben Carsonról, az aranykezű sebész vagy áldott kezek különböző címen jelent meg ez a film. Elgondolkodott arról, hogy meg akarja változtatni az életét. Kell, hogy történjen valami ahhoz, hogy egy másik ember szülessen. Egy olyas valaki, akire a társadalom büszke lehet. Egy olyas valaki, aki megváltoztatja a világot maga körül. És egyszer csörgött a telefon, sok évtizeddel később, ahogyan az álmáért küzdött, és egy irodában a John Hopkins kórháznak a főigazgatója ként ült az íróasztal mellett, jött a telefon Németországból 1987-ben, egy fejüknél, az agytörzsnél, a nyaktörzsnél, fejüknél összenőtt gyermekeket kellett szétválasztani. Senki nem merte vállalni az egész világon. És én nagyon büszke vagyok hetednapi adventistaként, mert ez az orvos, ez az én hittestvérem, nem csak azért, mert keresztény, hanem azért is, mert hetednapi adventista. És imádkozva, sok-sok időt kérve és bölcsességet kérve a mindenható Istentől nekilátott
és egy sikeres műtétet hajtott végre ezeken a gyermekeken a szüleik nagy örömére. 2008-ban elnöki kitüntetésben részesítették őt. És a film, amit elkészítettek, az egy évre rá történt 2009-ben. Nem véletlenül történhetett így ez, mert a hetednapi adventista egyház prioritásként kezeli az oktatást. Jelenleg a világon több mint 6000 oktatási intézményünk van, ahol segítenek a lecsúszott rétegeknek kitörni a gettóból. Azoknak a gyermekeknek, akik szeretnének többet és jobbat, és adni valamit a társadalomnak, amit Isten adott az ő kezükbe. Nem tudom, hogy melyik lehet a kedvenc igéje Carson testvérnek, de én úgy gondolom, hogy ez bizonyára közöttük van. Timóteushoz írt második levél, 3. fejezet 16. és 17. versében. Így olvassuk, én az egyszerű fordításból hoztam, talán stílszerűen egy picit. Az egész írás Istentől származik, és hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson bűneinkre, helyreigazítson bennünket, és megmutassa, hogyan éljünk Isten útja szerint. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere felkészüljön, és minden tekintetben alkalmas legyen mindenféle jó munkára. Amilyen például egy operáció, ahogyan az ő esetében történt. Biblia. Hiszem, hogy dr. Ben Carson naponta előveszi a Bibliáját, mert tudja, hogy az ő kezét Istennek kell vezetni ahhoz, hogy azokon az ezred millimétereken ne csúszson el a szikéje. A Biblia egy abszolút igazság, és mert abszolút igazság, rádöbbent arra az olvasása közben, hogy az értékrendünk és az életvitelünk nagyon nagy mértékben eltér az ideálistól. És ilyenkor valóban megvan az a kísértésünk, hogy intellektuális magyarázatokat találjunk, hogy miért nem jó a Biblia. És sok-sok ilyet lehet találni. Nagyon-nagyon sokat. Nem hiteles, nincs elég bizonyíték, tárgyi bizonyíték rá, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni, mert kibújik belőlem a teológus, és akkor nem hagyom abba. De nézzük Rousseau-t, egy filozófust. Emil, avagy a Nevelésről 4. könyvében, a Savoyai Vicarius hitvallása című fejezetében azt hiszem, hogy mindannyiunk helyett válaszol erre a kérdésre. Szívesen megvallom önöknek, hogy bámulatba ejt a szentírások fensége és az evangélium szentsége a szívemhez szól. Nézzék csak meg, milyen fellengzős beszédőek a filozófusok könyvei, milyen jelentéktelennek tűnnek emellett. Lehetséges, hogy egy ilyen fenkölt és ugyanakkor ilyen egyszerű könyv emberi alkotás lenne? Lehetséges, hogy az, akinek a történetét elmondja, csak saját maga csak egy ember lenne? Csupán egy olyan hang, amit egy rajongó vagy egy becsvágyó szektárs hirdet? Minő szelídség, milyen erkölcsi tisztaság, mi megható bájosság a tanításban, micsoda magasztosság alapelveiben, milyen mélységes bölcsesség a beszédeiben, micsoda merészség, milyen finomság, ugyanakkor milyen ütőerő van a válaszaiban, micsoda hatalom a szenvedélyein. Hol van az az ember, az a bölcs, aki gyengeség és hivalkodás nélkül így képes cselekedni, szenvedni és meghalni? Ezzel a személlyel. A Bibliának, az élő Krisztusával van Carson testvérünknek kapcsolata ahhoz, hogy ezt a nagyszerű dolgot végre hajtsa nap, mint nap az ő munkája során, bár már nyugdíjban van. Azt hiszem, hogy nem kérdéses számunkra, hogy szükség van iskolákra. Szükségünk van arra, hogy tanuljunk nap, mint nap. Szükség van arra, hogy ma itt ezen a helyen is tanuljunk Istentől, és ő megadja a lehetőséget számunkra. Egy személyes példával szeretném zárni a gondolataimat. Reggelenként egy nagyon jó református, áhítatos könyvből, Lámpás az úton címmel olvasunk a kisfiammal. Úgy osztjuk be, hogy ő olvassa az igét, én pedig olvasom a hozzászóló kis történetet. Egyszer nagyon sietős volt reggel, és megkértem a fiamat, Bencét, hogy szaladj, Bence, keresd meg a
a mai igét. Azért hozzá kell tenni, aki ismeri a fiamat, tudjátok, hogy is mondjam, eléggé viccelődős időnként. Oda szaladt, és elkezdte olvasni. Szeressétek az Urat, mert ő a megváltó és a ti istenetek. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy többször átolvastam már a Bibliát, de valahogy soha nem találkoztam ezzel az igével. Hát, hogy van ez? Apa, szeressétek a Urat, mert ő a megváltó és a ti istenetek. Közelebb mentem egy kicsit, megnéztem, és ezt ő írta. Azért, meggyőződésem, azért, mert naponta tanul az Istentől. Reggel és este oda jöhet Isten igéjéhez. És úgy természetesen jön belőle, és ilyeneket tud írni. Nem azért, mert az én fiam, hanem azért, mert Isten képes arra, hogy csodákat tegyen az életünkben. Köszönöm szépen a figyelmet! A következő percekben egy költeményt hallgassunk meg Kövesi Zoltán előadásában. Rab Zsuzsa, Vaspántok. Ha így szólnék a kedves fiatal kalauzhoz. Kalauz úr, hogyha ma este hazamegy, ölelje meg nagyon a feleségét. Dicsérje meg, ami épp rajta van, akár az ócska pongyoláját. Ha így szólnék, ugye, bolondnak tartanánk. Ha így szólnék a bottal kopogó nyugdíjas bácsihoz a boltban, aki épp forintjait guberálja, végül levágott 10 dekát a kicsit hosszabb lett kenyérből. Bácsi, itt van 500 forint, tegy el kérem. Épp ma kaptam, nem számítottam rá, fölösleges. Ugye, bolondnak tartanának. Ha így szólnék az útkövezőkhöz. Útkövezők, én ezt a kis kavicsot elviszem, mert az erezetében leborgat Krisztus fejet látok. Engedjék meg, hogy elvigyem. Ugye bolondnak tartanának, ha így szólnék a torzomborz kamaszhoz. Gyere, fiam, üljünk le valahol, és te elmeséled, mitől nőtt válig a hajad. Mi ellen mered ez a tüske teljes arcod körül? És egyáltalán, mitől vagy te ilyen kérlelhetetlen? Ugye, bolondnak tartanánk. Ha így szólnék, adon sütkérező, újságpapírból eddegélő nénikéhez. Néni, jöjjön velem, amit szeret, azt főzök vacsorára. Puha ágyat vetek, előtte pedig mindent elbeszélhet, a mennyasszony korát, azt a szülést, a császármetszést is, és szegény jó ura szívszélhűdését, és hogy mivel ő tette be a sírját, azt is, milyen a szomszédasszony, azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában, meg hogy mit írt föl, és mire az orvos. Mindent apróra elbeszélhet. Sóhajtozhat, és imádkozhat az ágyban, de éjjel egyszer. Maga úgyis sokszor fölébred. Keljen fel, takarjon be engem, mert éjjel mindig lerúgom a takarómat.
így szólnék, ugye bolondnak tartanának. Konvenciók, bevett szokások hideg vaspántjai szorítják, lüktetik, eleven húsig lenyúzott szívüket. Balatonfüredről, Nágocsról, Győrből és Székesfehérvárról is érkeztek énekesek, akik szintén énekelnek ma az összevont kórusban. A zene összeköt minden embert, áthidalva az akadályokat, távolságokat, főleg ha a cél nemes. A győri énekkar ma először vesz részt a Nemes Vámosi rendezvénysorozaton, ezért őket külön köszöntjük. Most ismét hegedű hangja zendül. Farkas Dávid előadásában Ruf kavantináját hallgathatjuk meg. Zongorán közreműködik Palotás Kristóf. És a kondorosi gyülekezetek énekkarai is jelen vannak ezen a délutánon, erősítve és támogatva az összevont más kórus szolgálatait. Mindhárom énekkar rendszeres résztvevője egyházi rendezvényeknek, segítve és támogatva Isten művét. A most következő ének is Istennek szánt hódolatunkról szól. E nagy világ mind áld.
Szólót énekel Szücsné Búzás Ibolya, Kis Zágonyi Ildikó és Rajki Ferencné. Vezényel Szabó Ervin. Zongorán kísér Csúcsádok Anita, orgonán közreműködik Pörneki Attila. Az átadáshoz Szokolainé Folyák Tündét, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónőjét, és egyben szeretném elmondani, hogy a mai napon a helyi adománygyűjtés alkalmával 305.800 forint gyűlt össze a
igazgatónő által felvázolt célok megvalósítására. Én most ezt szeretném átmutatni ezen a részére. Fogadjuk szeretettel. És a gyerekek nevében is szeretném ezt a nemes ajánlást megköszönni. Szavakkal nem is tudom elmondani, hogy mennyire jól esik a meghívás és ez a felajánlás, és fantasztikus élmény ezt a csodálatos kórust hallgatni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel szeretnék magamnak is hagyományt teremteni, hogy ezzel a rendezvényen részt vegyek, és biztosan az iskola tanulóit, dolgozóit, hogy mindenképpen részt vegyenek, és reméljük, hogy egy év múlva arról tudok beszámolni, hogy az a cél, amit önök nemes felajánlásra támogatnak, sikerült megvalósítanom. Köszönöm szépen! Elengedhetetlen, hogy az este folyamán ne essen szó a rendezvényházi gazdájáról, a nemesvámosi adventista gyülekezetről és az itt működő zenei életről. Az elmúlt évtizedekben az imaház ajtaja mindig nyitva állt az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken. A tagok vendégszeretete és kedvessége mindig visszacsalogatja a látogatót. A gyülekezet fennállása óta folyamatos az ének és a zene jelenléte e falak között. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a mai alkalomért is, remélve, hogy még sok éven át befogadó lesz a gyülekezet az ilyen és ehhez hasonló programokra. Most koncertünk zárásaként Mondj új dalt az Istennek címmel hallgassuk meg a kórus énekét. Vezényel Pörneki Attila, orgonán közreműködik Pörnekiné Csige Eleonóra.